Sikeres összefogás. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt közös listájára a voksok 6,3%-át adták a romániai referendumon. Összehangolják a pályázatokat. Település és területfejlesztési operatív bizottságot hozott létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Erről a testület ezévi utolsó ülésén döntött. Digitális fejlesztés. 1 milliárd forint értékű informatikai távközlési beruházás valósul meg a szatmári térségben, ahol optikai kábel gerinchálózatot építenek ki. Hatpárti parlament alakulhat Romániában a vasárnapi választást követően, amelyet nagy fölénnyel nyert meg a Szociáldemokrata Párt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt közös listájára a voksok 6,3%-át adták, ami nagyjából megfelel a magyarság országos 6,5%-os arányának. Az RMDS elnöke az első eredmények után azt hangsúlyozta, a romániai magyar közösség visszaigazolta, hogy tudja és érti, csak egy erős magyar képviselet jelenthet komoly politikai erőt. Viszonylag alacsony, alig 40%-os volt a részvétel a romániai parlamenti választáson. A magyarok azonban nagy számban mentek el szavazni. Ennek köszönhetően az RMDS átlépte a parlamenti küszöböt, a szavazatok 6,3%-át elhozták. Én azt gondolom, hogy az RMDS kikerült abból a negatív spirálból, amiben az elmúlt esztendőkben volt. Most már biztos, hogy 430 ezer fölött, inkább 440 ezer körül lesz a szavazatok száma a mostani feldolgozottságnál. Ennyi szavazatunk 2004 óta nem volt, és én azt gondolom, hogy ezzel azt üzeni az erdélyi magyarság, a romániai magyarság, hogy erős nemzeti közösségként itt van ebben az országban, itt akar élni, itt akar jövőt építeni, alkotni, és bele kíván szólni az ország dolgaiba. És ezt tartom a legeslegfontosabbnak, mert olyan idők következnek, amikor változások lesznek, amikor számtalan kérdés napirendre kerül, és az a jó, hogyha egy erős parlamenti képviselete van az erdélyi magyarságnak. A szatmári körzetben is messze erőn felül teljesített az RMDS, nyilatkozta szerkesztőségünknek a megyei elnök. Pataki Csaba elmondta, az ottani 5 parlamenti képviselői és 2 szenátori helyből az RMDS 2 képviselőt és 1 szenátort küld a bukaresti törvényhozásba. A politikus tájékoztatása szerint ez az eredmény megfelel a helyi várakozásoknak. Igen, ez megfelel, sőt még a maradék szavazatokkal tudjuk segíteni a szórványt is, mert több mint 2 képviselői mandátum jön neki, csak megy az országos kalapba, és ezzel a pár ezer szavazattal még a szórványt is tudjuk segíteni, és reményeim szerint ezzel egy olyan magyar lakta megye jut képviselethez, például Temes vagy Arad, 10% alatt van a magyarság része rájuk. A Szociáldemokrata Párt elnöke vasárnap bejelentette, hogy pártja igényt tart a kormányzásra, és a liberális ALDE-val akar koalícióra lépni. A román médiában megszólaltatott elemzők szerint nem kizárt, hogy az RMDS-t is megpróbálják bevonni a baloldali kormányba. Település és területfejlesztési operatív bizottságot hozott létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Erről a testület ezévi utolsó ülésén döntött. A háromtagú bizottság munkája lesz az úgynevezett topos pályázatok összehangolása. Az önkormányzatok számára az uniós programban a pályázatok 75%-át már kiírták. A következő év első felében elkezdődhetnek a kifizetések és a beruházások, mondta el szerkesztőségünknek Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Háromfős bizottság alakult a megyei közgyűlés utolsó ülésén, a bizottság tagjai a Fidesz frakcióból kerültek ki. A település és területfejlesztési operatív program pályázatainak összehangolását figyelik majd. Ez mindenképp jó hír a közvélemény számára is, fogalmazott a közgyűlés elnöke, hiszen ez azt jelenti, hogy elkezdődött a pályázati programok döntéshozatali eljárása. Ennek a bizottságnak lesz az a feladata, hogy az illeszkedését vizsgálja az egyes pályázati programoknak az integrált területi programhoz. Jelesül, hogy illeszkedik-e az adott pályázati program az integrált területi programhoz, amelyet a megyei önkormányzat pár évvel ezelőtt alkotott, és amelyből kiindult aztán a terület és településfejlesztés operatív program, illetve ezeknek a pályázati kiírásai. Tehát ezt az illeszkedést, ezt a munkát fogja elvégezni ez a bizottság. Azért jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a döntéshozatali eljárás megkezdődött. Ezt követően az irányító hatóság vezetője hoz
egy döntést, és azt követően remélhetőleg már ebben az évben nyertes pályázatoknak is örülhetünk, és a jövő év elején pedig, én azt gondolom, hogy a jövő év első felében akár a pályázatok kétharmadában, háromnegyedében is döntés születhet. Szabolcsnál Bereg megyében 100 milliárd forint hasznosítható fejlesztési célokra ebben a programban, amelyben az önkormányzatok a kedvezményezettek, utak építésére, intézményi felújításokra, közösségi programokra és nem utolsó sorban munkahelyteremtő gazdasági fejlesztésekre költhetnek 2020-ig. A megyében a közmunkaprogram átalakítására szükség van, ebben egyetértett a testület és egy olyan javaslattételt fogadott el, amely a közfoglalkoztatottak nyílt munkaerőpiacra történő kivezetését tartalmazza. A közmunkaprogram bent tartja az embereket a közmunkába, és nem a munkaerőpiac felé irányítja, különösen a fiatalokat, és megfogalmazódott az elmúlt közgyűlésen, hogy egységesen tegyünk egy olyan javaslatot, ami a munkaerőpiac felé viszi ezeket az embereket, és nem hagyja ott. Tehát még az se visszatart erő, hogy kevesebbet keresnek, miközben természetesen ez nagyon kevés pénz, de most Magyarország olyan helyzetben van, hogy munkaerőhiány van. Adorján Béla, a Jobbik frakció vezetője a napirendek előtti felszólalásában megköszönte a megyei önkormányzat dolgozóinak idei évi munkáját, hozzátette, sajnálja, hogy az önkormányzati dolgozók alapilletménye nem emelkedett az elmúlt években, holott a közszférában sok területen folyamatos több lépcsős béremelés volt. A képviselő szerint a hivatalokból is elviheti a munkaerőt a magánszektor. A mi konkrét javaslatunk az mintegy 20%-os, nem egészen 20%-os, de közel 20%-os alapilletmény növelést javasolna a magyar kormány részére, ami azt eredményezni, hogy a 38.650 forintos illetmény alap helyett, akár januártól, hogyha ezt komolyan veszi a kormányzat, akkor 45.000 forintos illetmény alapban tudnánk meghatározni az ő illetmény alapjukat. Nagyon-nagyon fontos végre, hogy rendezzük a magyarországi béreket. Így is nagyon nagy a csábítás a magánszektor és az önkormányzati szektor között. A jó szakembereket gyakran elszívja a magánszféra az alulbérezettség miatt. A testület elfogadta, hogy februárra megfogalmaznak egy közös állásfoglalást, amelyben javasolják, hogy az önkormányzati hivatalnokok alapilletménye növekedjen jövőre, az emelést pedig a központi költségvetés állja. A Digitális Magyarország program részeként 1 milliárd forint értékű informatikai távközlési beruházás valósul meg a Szatmári térségben, ahol optikai kábel gerinchálózatot építenek ki. A fejlesztés segítségével csaknem 10 000 háztartás számára teszik elérhetővé a szupergyors internetet, valamint a digitális televíziózást és telefonszolgáltatást. A beruházás alapkövét helyezi el a térség országgyűlési képviselője és a kivitelezési eljárásban nyertes pályázó, a Szamosnet Kft. Ügyvezetője a Fehér Gyarmati ünnepségen. A képviselő szavai szerint a fejlesztéssel egy régóta fennálló probléma oldódik meg a járásban, mivel mind a mobilhálózat elérhetősége, mind pedig az internet hozzáférhetősége is korlátozott volt a térség egyes településein. Mi azért itt élő emberek gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy a mobilok használhatósága, a mobiltelefon használhatósága, és így egyben a mobil net használhatósága is korlátozott olyan területeken, ahol nincs normális térerő, és gyakran fordultak hozzám olyan panasszal, hogy segítsünk már ebben a dologban. Másrésztről pedig nyilván a régi elhasználódott rendszerek korszerűsítésével egy új internetes hozzáférési lehetőség az a rácsatlakozó háztartásokban nagyban megkönnyíti az internet használati lehetőségeket. A fejlesztés csaknem 10 000 szatmári háztartás számára teszi elérhetővé a szupergyors internetet, amelyhez digitális televíziós és IP alapú telefonszolgáltatási lehetőség is társul. A településeken összesen 160 km hosszú optikai kábelgerinc hálózatot építenek ki. Uniós forrásokból valósítjuk meg ezt a beruházást. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a beruházás teljes értéke 1 milliárd forint fölötti összegből fog megvalósulni. Ez az Unió 855 millió forintot nyújtott a célokra. Ez azt jelenti, hogy a térségben 41 településen épül meg egy optikai gerinchálózat. Ez azt jelenti, hogy a térségben eddig nem létezett szélesávból elérhető internet, maximum csak a wifi hálózatok voltak elérhetőek. Ez pedig azt jelenti a lakosság számára, hogy mindenki az ország egyéb területeihez viszonyított nagysebességű internetet fog tudni a közeljövőben használni.
A beruházást jövő tavasszal kezdik, a munkálatok várhatóan 2018 év végéig tartanak. A Digitális Magyarország programmal az ország 1 millió háztartásában teremtik meg a szupergyors, legalább 30 megabit per másodperc sebességű internetszolgáltatás elérését. A jelenlegi oktatási rendszer túlterheli a tanárokat és a diákokat, és nem a társadalmi mobilitást szolgálja, jelentette ki az MSZP nyíregyházi elnöke hétfői sajtótájékoztatóján. Jeszenszky András elmondta, a tapasztalatok szerint egyre nehezebb diáknak és pedagógusnak lenni, a rendszer pedig az uniformizálás és az egységesítés irányába halad. A múlt héten publikált nemzetközi kompetenciamérés eredményeiről szólva az ellenzéki politikus kiemelte, a magyar diákok mindhárom részfelmérésen gyengébben szerepeltek, mint a legutóbbi 3 évvel ezelőtt elvégzett teszten. A 2015-ös PISA teszt eredmények egyértelműen az uniformizáló fideszes oktatáspolitikának a totális csődjét mutatják, hiszen látható, hogy mind a szövegértés, mind a matematika, mind pedig a természettudományos ismeretek területén drasztikus zuhanás van gyermekek elért eredményeiben. Ez a zuhanás egyébként elsősorban 2012 és 2015 közé tehető, azaz világosan mutatja azt, hogy hiába próbál a Fidesz elmúlt 8 évezni, ez bizony az ő oktatáspolitikájuknak az egyértelmű csődje. Halálos baleset történt vasárnap kora este Nyíregyháza belterületén a Sóstói úton. 2 személygépkocsi ütközött össze, az egyik járműbe szorult sérülteket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók szabadították ki. A járművezetője a balesetben olyan súlyosan sérült, hogy a helyszínen életét vesztette, utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség több órás útzár mellett helyszínelt, igazságügyi műszaki szakértő bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Emléktáblát avattak azoknak a kozák katonáknak a tiszteletére, akik a 18. században az Oroszországba irányuló borkivitelt szervezték, és Tokajban leltek végső nyugalomra. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Vereséggel zárta az év utolsó meccsét a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 előre hozott első tavaszi fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese hazai pályán 3-1-re kikapott a Budaörstől. 2 pontos vereséget szenvedett Miskolcon a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen 79-77-re kaptak ki a MEAFC otthonában. A magyar-orosz barátság előtt tisztelegtek és az Orosz Borvásárló Bizottság képviselőire emlékeztek Tokajban. A Szent Miklós Ortodox templomban emléktáblát is avattak azoknak a kozák katonáknak a tiszteletére, akik a 18. században az Oroszországba irányuló borkivitelt szervezték, és Tokajban leltek végső nyugalomra. Második Rákóczi Ferenc, Tokaj hegyalja egyik legnagyobb szőlőbirtokosa többször ajándékozott jó évjáratú márkás bort, többek között Nagy Péter cárnak. A diplomáciai kapcsolatokat is erősítette a gesztus, amely szinte megalapozta az Orosz Borvásárló Bizottság megalakulását. A mintegy 300 évvel ezelőtti első sikeres magyarországi borexpedícióra emlékeztek a 4. alkalommal megszervezett Magyar-Orosz Barátság napján a Tokaji Szent Miklós Ortodox templomban. A liturgián az Oroszországi Föderáció nagykövetségének vezető tisztségviselői, többek között a katonai és légügyi attasé is részt vett, valamint jelen volt Holló József, a honvédelmi miniszter főtanácsadója is. Ők közösen leplezték le azt a táblát, amelyet a Honvédelmi Minisztérium készített az Orosz Borvásárló Bizottság képviselőinek emlékére. Békében temették el őket, de én úgy gondolom, hogy a katonasírók, vagyis az összes katona a világon, a hadisírok, ezek mind, ahogy a Starbert Schweitzer mondta, a béke nagykövetei. Tehát a barátságot, békét akarunk, akkor azt hiszem, hogy rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is nagyon kevés, a költő szerint sem. És ha ez a kapcsolatrendszer működőképes, korrekt, diplomáciai, vagy népi diplomácia, hogy ezt sokan mondták itt, én úgy gondolom, hogy a helyi kezdeményezések, a városaink, a vidék, a régió, ahol találhatók ilyen emlékek, azt hiszem, hogy ezt gondoznunk kell hosszú távon is. Az eseményen az orosz katonai és légügyi attasé üdvözölte, hogy Magyarországon így tisztelegnek a kereskedelemben szerepet vállaló kozákok emléke előtt.
Поэтому мы считаем важным для себя и сегодняшнее мероприятие. Nagyon fontos a magyar-orosz barátság és az az emléktábla, amelyet most felavattunk itt Tokajban. Remélem, hogy az itt szolgálatot teljesítő és itt végső nyugalomra lehet kozákokra emlékezni fognak a helyiek is. Az emléknapon elhangzott, hamarosan megújulhat a tokai Szent Miklós templom, amely a térség egyik legrégebbi ortodox közösségének szolgáló helye. Vereséggel zárta az év utolsó meccsét a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 előre hozott első tavaszi fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese hazai pályán 3-1-re kikapott a Budaörstől. A kisvárda a tabella 5. helyén tölti a téli szünetet. A két csapatot a mérkőzés előtt 13 hely és 19 pont választotta el egymástól a tabellán, és a hazaiak ennek szellemében is kezdték a mérkőzést, azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. A vendégek azonban szervezetten védekeztek, és kontrákból igyekeztek veszélyt teremteni a kisvárdai kapu előtt. A 13. percben Sajbán Máté kapufájánál már közel járt a gólhoz a Budaörs, a 24. percben pedig örülhettek a vendégek, egy szabadrugás után a Lukászról lecsorgó labdát Tányíros lőtte a kapuba. A folytatásban is ment előre a házigazda, a 45. percben viszont jött az újabb vendéggól, Petró 20 méterről lőtt Iváncsis kapujának bal oldalába. Az 59. percben szépítette a kisvárda, Lukász beadását Rajci csúsztatta tovább, Gosztonyi pedig szintén fejjel vette be a vendégek kapuját. Mindössze 6 percig reménykedhettek a hazai szurkolók, a 65. percben ugyanis egy kontrát követően Petró szerezte meg saját maga második, csapat a 3. gólját, végképp eldöntve a mérkőzést. Mi se erre számítottunk, ez nagyon nagy csalódás nekünk, nagyon szégyen teljes ez a produkció. Mindenki elgondolkodhat, hogy mit csinált rosszul. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó két meccs, ez valóban eredményesség tekintetében nagyon rossz volt. A Balmazújvárosra talán el tudunk számolni, hát ezzel a maival nem. Ezen a mai mérkőzésen néhány játékos nagyon gyengét nyújtott. Ennek ellenére nem csak az egyénekben kell keresni a hibát, hanem az a sorozatos jelenség, hogy a támadó harmadban nem tudunk jó megoldásokat választani, ez már képességekre vezethető vissza. A vendégek edzője szerint a fegyelmezett játéknak és a jó helyzet kihasználásnak köszönhető csapat a győzelme. Tulajdonképpen a forduló meglepetése ez az eredmény, de hát így készültünk igazából erre a játékra, amit sikerült is végrehajtanunk, erre a szervezett agresszív kemény játékra, és abból próbáltunk meg kontrázni, úgymond, és viszonylag elég jól használtuk ki most az előző fordulókkal szemben a helyzeteinket, és ennek köszönhető az, hogy szerintem megérdemelt győzelmet arattunk. A forduló további eredményei a következők: Békés Csaba Cegléd 4-2, Szeged Grosics Akadémia 1-3, Cigánd Dorog 1-0, Vác Siófok 1-0, Puskás Akadémia Soroksár 2-0, Kozár Misleny Szolnok 1-3, Sopron Balmazújváros 1-1, Csákvár Nyíregyháza Spartakus 0-0 és Zalaegerszeg Mosonmagyaróvár 0-3. A tabella élén a 39 pontos Puskás Akadémia áll, megelőzve a 38 pontos Soroksárt, a 37 pontos Balmazújvárost és a 36 pontos Békés Csabát. A Kisvárda 35 ponttal az 5. helyen várja a tavaszi folytatást. Két pontos vereséget szenvedett Miskolcon a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az NB1B 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen 79-77-re kaptak ki a MEAFC otthonában. Siska János együttese szombaton Hódmezővásárhelyen zárja az esztendőt. A hazai pályán veretlen listavezető MEAFC otthonában a házigazda 4 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 perc 7 ponttal a nyíregyháziaké lett. A kék cápák többször is elléptek ellenfelüktől, de a miskolciak rendre felzárkóztak, így a záró negyednek döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A mérkőzés hajrája izgalmasan alakult, a hazaiak néhány pontos előny szereztek, amelyből kettőt meg is őriztek, így végül a MEAFC örülhetett a győzelemnek, a vendégek pedig negyedik vereségüket szenvedték el a bajnokságban. A mérkőzésen egészen jól kezdtünk, meg volt az előnyünk, aztán jött egy hullámvölgy, amikor visszajöttek egára, de azt is túl tudtuk hidalni a második félidő elejére, és újabb előnyt tudtunk kiharcolni. Ezután következett egy olyan periódus, amikor még erősebb és még agresszívabb lett a Miskolc védelm. Én úgy gondolom, hogy már-már a szabályokon túl is
Tehát már szinte verekedésbe ment át az egész, amit a játékvezetők abszolút nem tudtak kontrollálni, mi pedig fejbe ezt nem tudtuk úgy kellően feldolgozni, hogy higgadtak tudtunk volna maradni. Hát úgy gondolom, hogy benne volt a rengeteg hibánk, a kikényszerített, illetve a ki nem kényszerített hibánk, a rengeteg eladott labda, illetve fontos szituációban, ha hagytunk ki zicsereket, meg büntetőket. Siska János edző szerint csapatának nem kell szégyenkeznie a jóval rutinosabb ellenféltől elszenvedett két pontos vereség miatt. Olyan mérkőzés volt, amit elterveztünk, de hát kemény, agresszív védekezéssel, kicsit szétszólt játékkal, de és rutinos ellenfelekkel. Úgy gondolom, ez a két pont azért ez biztató, és tudunk mire építkezni. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a MEAC vezeti 8 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 7-2-es mutatóval álló Hódmezővásárhelyt. Az 5 győzelemmel és 4 vereséggel 7. helyen álló nyíregyháziak szombaton Hódmezővásárhelyen lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Hatpárti parlament alakulhat Romániában a vasárnapi választást követően, amelyet nagy fölénnyel nyert meg a Szociáldemokrata párt. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt közös listájára a voksok 6,3%-át adták, ami nagyjából megfelel a magyarság országos 6,5%-os arányának. Település és területfejlesztési operatív bizottságot hozott létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Erről a testület ezévi utolsó ülésén döntött. A háromtagú bizottság munkája lesz az úgynevezett topos pályázatok összehangolása. Az önkormányzatok számára az uniós programban a pályázatok 75%-át már kiírták. A Digitális Magyarország program részeként 1 milliárd forint értékű informatikai távközlési beruházás valósul meg a Szatmári térségben, ahol optikai kábel gerinchálózatot építenek ki. A fejlesztés segítségével csaknem 10 000 háztartás számára teszik elérhetővé a szupergyors internetet, valamint a digitális televíziózást és telefonszolgáltatást. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 12-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, de hideg időre számíthatunk. A hidegfront mögött érkező levegő lassan nyugalomba jut felettünk, emiatt erős fagy várható, és a nappali felmelegedés is jelentősen mérséklődik. Az éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, majd derült idő várható. Csapadék nem valószínű, az északi szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Reggelre általában -9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A délnyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét közepén ismét sok lesz felettünk a felhő, gyenge havazásra is számítani lehet. Csütörtökön felszakadozik a felhőzet, péntektől pedig napos és tartósan ködös területek egyaránt lesznek térségünkben. A ködös területeken napközben is marad a fagy, de ott, ahol kisüt a nap, fagypont fölé emelkedik délutánra a hőmérséklet.